Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb történetekre, hallgassák a Könyvmustrát! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Nemes Anna vagyok, ez pedig a Könyvmustra, és a mai vendégem Spilák Klára. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. És rögtön azzal kezdenék, hogy talán ez az az időszak, amikor tudunk, ha nem sokat, de talán kettőt hátralépni az elmúlt egy-másfél év őrülete után. És ugye nagyon sokszor elmondtad azt magadról, hogy te az az ember vagy, aki mindig bátran váltott, hogy boldog legyen. Na most szembe találkoztál egy olyan helyzettel, amikor beszorított a világ, beszorított az élet, beszorított a vírus, és nem tudtál váltani. Te ezt hogyan élted meg? Az első időszakot jól, mert ugye már viszonylag nagyok a gyerekeim, de ebben a helyzetben ketten hozzám visszaköltöztek, és újra azt érezhettem, hogy igazi anyuka vagyok, tehát, hogy főzhettem rájuk, hogy gondoskodhattam róluk, és tök kreatívan el tudtam tölteni az időmet, elkezdtem sportolni, újra futottam, ugye én nagyon sok évig futottam, de most újra nekifogtam, mert azt mondta, hogy nem lehet a karantén alatt az ember, hogy elhagyja magát, meg akkor még nagyon pörgött a Színház és Filmészeti Egyetemes munkám, akkor ugye a karantén alatt egy csomó olyan projekttel készültünk a Költészet napra, a Színházi Világnapra, ami kiket otthonról meg lehetett csinálni. Tehát azt tökéletesen jól átvészeltem. Ez a második, ez az ősztől, ez a novembertől tartó időszak, ez már engem is megrodgyantott, mert nagyon, nagyon hosszú is volt, és így a vége felé már elfogyott a muníció, pedig én azt gondolom, hogy én egy nagyon energikus valaki vagyok, meg sok belső erő van bennem, de picit engem is fölörölt ez a bezártság, ugye megszűnt a munkahelyem, és olyan picit olyan kilátástalan volt a helyzet, de megvan az a jó képességem, hogy abban a pillanatban, hogy lehetett nyitni, akkor én is újra ki tudtam nyitni, és ki tudtam magamat ragyogtatni. Ez szerintem attól van, hogy én valahogy úgy próbálok élni, hogy a pillanatot próbálom megfogni és megragadni. Tehát, hogy örülni annak, hogy süt a nap. Én ettől halálosan boldog tudok lenni, amikor jó idő van. Tehát azért is volt rossz ez az időszak, mert nagyon sokáig nagyon rossz idő volt. De most, hogy minden zöld, és minden ragyog, ettől már boldogan kelek föl. Szóval, hogy nem... Azt gondolom, nem szabad a múltba temetkezni, és nem szabad szorongani a jövőtől, mert akkor tényleg elmegy, nagyon közhelyes, de én tényleg így működöm, hogy próbálom a jelenben megtalálni azt, ami szép. És ez nem jelenti azt, hogy boldog vagyok, tehát hogyha konstansan nézem magam, az nem azt jelenti, hogy boldog ember vagyok, mert nem vagyok az, de hogy a pillanatokban nagyon-nagyon tudok jól lenni. És úgy is megtaláltad ezt a jól levést és jól létet, hogy még egy kényszerű váltást hozott ugye neked ebben az időszakban az élet, és az SFE ügye. Az Instagramodat végignéztem, és ott volt egy nagyon szép búcsú fotó az Audrey színpadtól. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy neked is, mint mindenkinek azért tanított valamit a váltásokra, a boldogságkeresésről valamit, nem? Hát igen, az SFE az egy szerelem volt, hiszen annak idején én magam is ott végeztem, és aztán az utolsó 5 évemben ott dolgoztam kommunikációs vezetőként, később művészeti menedzserként, és tényleg olyan volt, mintha haza mentem volna, és egészen fantasztikus energiákat kaptam az ott dolgozó hallgatóktól. Azt éreztem, hogy magam is fiatal vagyok közöttük, éreztem a szeretetüket, és hogy nagyon sokat tudtam tenni értük, tehát, hogy akár menedzsment, tehát a személyes menedzsmentjükben, akár abban, hogy a különböző fesztivál szerepléseket bonyolítottam, vagy egyszerűen csak az egyetemnek a brandjét erősítettük. És az, hogy ezt az egészet kihúzták alólunk, ez egy nagyon, nagyon fájdalmas dolog volt. És amikor megkérdezik, hogy mi ezzel a probléma, tényleg az a probléma, ez az autonómia kérdés, ami az elején. Tehát, hogy itt már minden, aztán utána mindenki össze-vissza beszélt minden irányból, itt a probléma gyökere az maga a törvény, ami megszüntette az egyetemi autonómiát. És...
ennek nem látjuk, hogy bármiféle remény lenne arra, hogy ezt vissza lehessen állítani. Hát ugye most ugye de az sajnos egyesület az megszületett. Talán az egyesület ez egy rész megoldás. Én nem látom. Tehát ebben kicsit szkeptikus vagyok, mert attól, hogy az egyesületnek nincs egy bázisa, már úgy értve, hogy nincs egy helye. Ettől nagyon nehéz működtetni, nagyon, nagyon elforgácsolódtak és elfáradtak az erők. A hallgatók, akik ezt működtették alapvetően a szívükkel és a lelkükkel, ők most már, hogy kinyílt újra az élet, a saját dolgaikkal foglalkoznak természetesen, tehát a vizsgafilmjeiket, a vizsgaeladásaikat, a dolgozataikat, a diplomájukat készítik elő és csinálják meg, tehát most már nem tudnak ilyen intenzíven ezzel a dologgal foglalkozni, és nincs utánpótlás, tehát ott a tanárok természetesen ott vannak, de valahogy az egésznek az ereje egy picit megfogyott, és ennek egy nagyon fontos része szerintem az, hogy nincs egy olyan hely, ahol együtt lehet lenni, és a közösséget újra lehet építeni. Tudod, hogy mit látok most rajtad, dühöt? Aki ismer téged, én először találkozom veled, de azt elmondhatom, hogy egy ilyen teret betöltő, ragyogású nő vagy. És ez a ragyogás most dühöt áraszt magából. Ennyire bánt? Nagyon. Nagyon nagy fájdalom. Tehát olyan, hogy tényleg majd el tudom sírni magam, mert hogy az életünk egy nagyon fontos pillanatát vették el. Tehát, hogy tényleg, az Audrey színpados búcsú, tehát tényleg az, és nem lett vele semmi, tehát ez az őrület, hogy ezek a csak azért is döntések. Az Audrey színpadot nem kérte, az épületet nem kérte, azóta sincs az egyház tulajdonában, nem kell nekik, ott rohad el. És közben pedig színész generációk vizsgáztak ott, és léptek először a deszkákra, és hogy ezt így egy tolvonással el lehet venni, én mélyen meg vagyok rendülve. És szerinted az SFE-vel lesz még rend? Lehet még rend az SFE életében? Hát a politikai síkra nem szeretném fordítani ezt a beszélgetést, de egyelőre nem látom ennek az esélyét, csak akkor, hogyha az ország életében bármiféle komolyabb változás történik a mostanihoz képest. Nézzük a könyvet, amit mondtál. Az egyik kedvenced Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című könyve. Hogyha a főszöveg első mondatát nézzük, akkor egy 30-as évei közepében járó férfiról szól ez, aki nagyon hisz a sors öröklődésében, hogy a génekben már megvan írva a jövőnk. Ezt az egy mondatot elolvastam, a könyvvel még tartozom magamnak, és azt mondtam, hogy te jó ég, Spilák Klára. Mert hogy az édesanyád sorsa valahogy már írta a tiédet is. Te éreztél párhuzamot? A főhős fő vonulata és a te életed között? Nekem ez volt az első. Én inkább nekem a vidék, ugye én ugyan pesti lány vagyok, de az édesapám szülei vidéken éltek Vas megyében Szombathely mellett, és minden nyarunk, hát a szüleim dolgoztak, ugye a szocializmusban azért nem volt sok szabadság, és minden nyaramat a nagyszüleimnél töltöttem, apukámnak 7 testvére volt, és rengeteg unoka testvérem volt ezen a helyen, és bár ez egy más közeg, mert ez egy Dunántúl, az meg egy másik vidék, de nagyon-nagyon magamra ismertem, az én gyerekkoromra abban a közegben, ahol tényleg, és sose felejtem el, hogy mi, tehát ugye a könyvben van egy fontos pillanat, hogy a nagymamája ugye azt mondja neki, hogy a sárga barackot kenyérrel kell enni, mert az úgy finom. És aztán megeszi, azt mondja, hogy jó, aztán évekkel később rájött, hogy borzalmas, de hogy mi is így ettük. Tehát az én nagymamám is sárga varackkal adta például a kenyeret, meg az, hogy ugye mi is ilyen olyan házba laktak a nagymamámék, ahol kerekeskút volt, ahol mi lavorba fürödtünk. Tehát, hogy nagyon sok minden visszajött az én gyerekkoromból, meg ami nagyon érdekes volt számomra, ezek a titkok. Tehát, hogy a családban
Ban, ugye egy teljesen véletlen folytán kezdi fölfejteni a családjának az életet, hogy egy egész hazugság áradatban élték le az életüket, és ő 33 évesen szembesül azzal, hogy semmi nem igaz abból, amit ő a legendárium részeként megkapott, és akkor ennek a mélyre ás, és arra gondoltam, hogy milyen szerencsés, hogy neki megvolt ez a pillanat, amikor elkezdett nyomozni, és sikerült. Nem biztos, hogy pozitív, hogy ezt mind megtudta, de akkor is fontos a saját lelki és szellemi épülése miatt, hogy ezeket az információkat megtudta. A mi családunkban biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ilyen titok maradt. Éppen ezt kérdeztem volna. És mi nem tudtuk ezeket kideríteni. Tehát, hogy látom magamban azokat a szálakat, amik nagyon furcsák. És ez például, ez a könyv kapcsán kezdtem el ezen agyalni, hogy vajon a mi családunkban hogy volt, és ott is volt-e ilyen titkos szerelem, mindenféle másság, szóval, hogy és azért is nagyon tetszett a könyv, mert érdekes, hogy bár azt hiszem, ez most már a 9. kiadása, de azért a kritikák nem fogadták túl jól, ezt most megnéztem, olvasgattam róla, de hogy engem teljesen sodort magával ez az egész, ahogy ő az idő és a térben ugrál ebben az egész sztoriban, ahogy a nagymama történetéből, de az egyik mondatból folytatólagosan már a saját jelenét tudja mesélni. Szóval nekem nagyon bejött. De volt olyan pont az életedben, amit visszanézve meg kellett volna állni, és vissza kellett volna fejteni, hogy itt milyen családi titok lehet mögötte? Visszanézve, te találsz ilyen pontot az életedben? Hát szerintem a nagyszüleim, már az apai nagyszüleim, akikhez ezek a nyarak kötődnek, életében nagyon sok titok és nagyon sok fájdalom volt, ugye ők is a felszabadulás után elveszítettek mindenüket, és egy ilyen nagyon zárkózott, nagyon zárt életet éltek. Én nem emlékszem, hogy például a nagypapám, a nagymamámban beszélt volna egy mondatot is, tehát lerakta elé a kaját, megette, bement lefeküdni, reggel 4-kor fölkelt, a nagypapa kiment a kertbe. Szóval, hogy ha egy kicsit korábban ébredünk, akkor ezeknek, ezeknek mögé lehetett volna nézni, hogy ezek az életek hogyan zajlottak. Aztán például van egy furcsa történet a családban, ami után szintén érdekes lett volna, hogy az hogy alakulhatott így, hogy az apukám 8. testvére, a legkisebb lány volt, utána kaptam a második nevet, mert Mária, 4 évesen vérmérgezésben meghalt. Tehát, hogy egy ilyen nagy családban, hogy nem fordul figyelem arra, hogy egy kislány belelép a szalmába, vagy ilyen türekbe, vagy nem tudom, mi lépett bele a legendárium szerint, és aztán az elmérgeződött. De a szüleim életében is rengeteg kimondatlan hazugság volt, sajnos volt kimondott is, de most már ezt ők elvitték magukkal a sírba. Amiért én párhuzamba állítottam a főszöveg egyetlen mondatát a te életeddel, az a történet, amit sokszor elmeséltél már, hogy az édesanyádból hogy nem lett színésznő. Hát ez a fájdalom, ez azért generációs hordalék nálatok, amit azt gondolom, hogy a lányoddal egyengedtek szépen, nem? Hiszen színésznő lettél, hiszen ő vágó lett. Ebben azért van ilyen sebgyógyítás. Igen, de az, igen, biztos, de hogy az anyuban sose volt az, hogy ő bennem látta volna, hogy a saját maga megtestesülését, ahogy tudunk ilyen sztorikat, hogy a meg nem valósult élet, vagy a kívánalomat a gyerekre testáját is tulajdonképpen kényszeríti egy életpályára, ami adott esetben nem a gyereké. Szóval az anyukám nem erőltetett rám semmit, igazából ő normális életet szeretett volna nekem, de amikor én a színészetet választottam, akkor maximálisan támogattak.
Szóval, hogy ez mindenki, de biztos benne ez egy fájdalom volt, hát hogy ne lett volna fájdalom? Hát egyébként érdekes, mert a sportban is követtem őt, mert ő is atlétizált, és ő is nagyon képességes volt, tehát ő is ilyen olimpiai kerettag lehetett volna, csak az apukája ugyanúgy, hogy aztán később a színésznőségre azt mondta, hogy nem mehetsz lányom, mert minden színésznő... meg nem lehet sportolni, mert ott a fiúkkal együtt. És ezeket a párhuzamokat például a sport kapcsán még sose merült föl, mert az például az egy olyan dolog volt számomra, hogy a leválást akartam. Tehát, hogy végre hagyjanak békére, mindenhova elkísértek, és akkor azt gondolom, hogy ha elkezdek sportolni, akkor nem tudnak minden nap velem jönni az edzésre, és valahogy még én is az atlétikát találtam meg. És hát a színház is. Tehát, hogy biztos, hogy... De ezek nem tudatos dolgok voltak, tehát ezek biztos tudatalattiak. Aztán, hogy a lányom, aki gyönyörű, meg... tehetséges is, mert hogy annak idején hívták ilyen mindenféle izékre, de sose ment el. Izékre? Hát ilyen castingokra még, meg rengeteg fotózásra, de hogy ő meg nagyon tudatosan tartja magát ettől távol. Tehát ő meg nagyon más. Tehát, hogy mindenképpen a művészi vonal, de hát az apukája is építész, tehát a vizuális látás az nyilván tőle öröklődött. De hogy ő meg ezt az egész, mint szereplés, színpadon levés, megnyilvánulás, exhibicionizmus, ez nagyon távol állt tőle. Azért is lett vágó, mert beül a szobába, és senkivel nem kell mindenki beszélni. Mindenki békén hagyja. Ugye közgazdász lett végül a te édesanyád. Az édesapád, jól mondom, miniszterhelyettes volt. Igen. Lehet, hogy teljesen rosszul képzelem el, de ők azért a jó értelemben vett vonalas, szabálykövető emberek voltak, nem? És akkor te egy ilyen nagy szigorúságban és nagy szabályozottságban nőttél fel? Úgy kísérgettek, azt mondtad. Igen, nagyon csodálatos gyerekkorom volt. Tehát az volt, apukám belkes szakra járt, anyukám külkes szakra járt, és az volt, hogy az anyukám külkereskedőként rengeteget utazhatott, és akkor mindig hozta nekünk, hogy például nem létező dolog volt, 70-es években Barbie baba, akkor nekünk volt, meg Milka csoki, meg mit tudom én, akkor már nagyobbak voltunk, Zágrábban minden össze volt vásár, és akkor hozott lemezeket, és volt egy ilyen szokása, hogy azt találta ki, hogy bement a lemezboltba, mert fogalmunk nem volt, hogy milyen a világ zenéje, hiszen a Szabad Európát nem ismertük, és nem hallgattuk, amit meg a magyar rádió játszott, az nem annyira volt jelentős, és akkor úgy állt, és egy darabig nézte, hogy mit visznek. És akkor amiből a legtöbbet vitték, azt vette meg. Így került hozzánk az első Police lemez, az első Jézus Krisztus Superstars, szóval így ez nagyon jó volt, de hogy arról beszéltünk, hogy közgazdászok, és... Igen, hogy szigorúan fogtak el, mert csak nem voltak szigorúak, volt, hogy igen. Kísérgettek mindenhova. Igen, mert nagyon-nagyon óvtak, és nagyon féltettek, és egyébként pont amiatt, hogy az anyu sokat volt távol, mindenünk az apuhoz kötődött, tehát, hogy mi nagyon apásak voltunk, az apu kakaója volt a jó, az apu fonta be a hajunkat, a hugomról beszélek, tehát ketten vagyunk testvérek, és az apa volt, aki mindig játszott velünk, tehát az egész Zuglóban laktunk egy kis lakótelepen, és az egész játszótér az apámmal játszott, tehát hogy sportversenyeket rendezett nekünk, meg színcápáztunk, meg emlékszem balatoni nyarakon, amikor a 8 gyerek ugrált a hátáról, meg szóval, hogy nagyon, nagyon szépen neveltek minket, talán egy kicsit túlféltettek, és ez volt. Illetve hát tulajdonképpen egy kicsit zárt világban éltünk, mert egy jó létet biztosított az ő életük, mármint az ő foglalkozásuk. Tehát azért mi természetesen voltunk az Összödi kormányüdülőbe, meg Balatonkenesén, a Honvédüdülőbe, szóval hogy ezek nekünk úgy jártak, és úgy természetesek voltak, de közben meg az apu nagyon, nagyon, talán túl tisztességes is volt. Tehát, hogy emlékszem olyan veszekedésekre, amikor az anyu korholta azért, hogy valami ajándékot akartak adni az apámnak, és ő meg nem fogadta, és akkor az anyu mérgelődött, hogy tehát ezt nyugodtan el lehetett volna fogadni, ezt más is elfogadja, itt egy zsolnai készlet, vagy nem tudom mi. Ez az apám halál, ilyen tisztességesen tolta ezt az egészet végig.
Szóval, hogy nagyon-nagyon és szép. És nem volt nehéz kilépni a valóságba egy ilyen? Hát burok, nem? Igen, nagyon ilyen nehéz nagyon volt. Jó volt, tisztességes burok, aztán jött a világ. Igen, és nagyon nagy volt a pofon is. Tehát, hogy pont erre nem készített föl ez a védett, meg az ő óvó féltő szeretetük, hogy a való világ az nem lesz ilyen, úgyhogy az első pofonok azok nekem nagyon fájtak és nagyon mélyen érintettek. Ezért is határoztam el, hogy a gyerekeimet valahogy egy picit másként, tehát hogy sokkal önállóbban próbálom nevelni. Ugye itt megint visszajön a könyv, hogy a gyökerek és a zsigerek, és hogy mit hozol, és hogy mennyi van a saját történetedből az ő történetükben, és hogy ezt hogyan visszük magunkkal tovább. Tehát, hogy én bennem nagyon sok volt az olyan, hogy inkább azt a mintát nem vinni. Tehát, hogy tudatában lenni, hogy ők hogy élték a velünk való életüket, meg a saját életüket, és hogy ahhoz képest én mit szeretnék. De hogy ez így van, ez így működik, nem? Amikor nem szeretnénk azt csinálni, amit a szüleink, mert felismertük a hibákat. És akkor nálatok szépen látszik is, nagymamád nagyon szigorúan fogta az édesanyádat, nem mehetett színésznőnek. Akkor a te édesanyád, hát a világot rakta elétek, nem? Egy nagyon-nagyon nagy szabadságot. És akkor te ezen mit is módosítottál? Én ezen az önállóságot módosítottam, tehát a szabadságot, megtartottam, az nagyon fontosnak tartom, hogy szabadok legyenek a gondolataikban, meg mindenükben a gyerekeim, de emellé igyekeztem nekik az önállóságot, a döntési jogokat megadni, tehát hogy ők nagyon korán dönthessenek arról, hogy a saját pici, nyilván a kis világukban megfelelő dolgokról, hogy aztán megtanulják ezeknek a súlyát, következményeit. És szerintem elég jól ment. És hogyha visszatérünk kicsit ez a burokhoz, amiről beszéltél. Jöttek a csalódások eleinte. Melyik viselt meg, a szakmai, vagy amikor emberekben csalódtál? Az emberek nagyon megviseltek. Például az első ilyen nagyon nagy csalódásom volt, hogy én egy ilyen nagyon aktív valaki voltam, aki hátamon vittem egy csomó ügyet, és a Kerényi Imre Huszti Péter osztályába jártunk, 15-en voltunk az osztályban, és nagyon sok bajunk volt a tanárúrral, a Kerényi Imrével, és mindig ott fortyogott az osztály, és mondtuk a magunkét, és aztán jó, akkor most megmondjuk neki, és akkor én fölálltam, elmondtam, és ott maradtam egyedül, és ez valami olyan fájdalom volt, hogy olyan árulás és olyan cserbenhagyás, hogy ez totálisan visszavetett minden ilyen közösségi aktivitásomat, hogy én ügyekért másokat előtt zászlóval vonulva kimenjek. Tehát ez olyan arculütés volt, tényleg döbbenetes volt. Ez volt az egyik nagyon komoly. A másik, hát persze a szerelem, az első, nem is az első, a második nagy szerelem után nekem majdnem 2 év volt, mire lábra tudtam állni, és ráadásul az összefüggött a szakmaisággal is, tehát hogy az egy durván dupla pofon volt. Nem tudom, hogy ebben mennyire menjek bele. Belemehetünk. Belekérdeztem volna. Szóval, hogy ugye mi főiskolásokként a Nemzeti Színházban dolgoztunk, és a István a Királyba, a Csíksomlyói Pasiba, ilyenekbe statkóztunk, és akkor mi összeszerelmesedtünk a Bubik Istvánnal, és aztán együtt is éltünk, bő egy évig, és akkoriban volt, ugye akkor már végzős voltam azon az éven, és hát természetes volt, hogy a Nemzeti Színház vezető színészének a csaját leszerződtették, de valahogy ez nem fogalmazódott meg így bennem, hogy engem amiatt szerződtetnének le, hanem behívott az akkori igazgató. Apukát hangja akkor nem szólalt meg? Tudod, az az ajándék elfogadós hang. Nem, mert én azt gondoltam, hogy én jó vagyok, tehát hogy engem azért akarnak leszerződtetni, tehát hogy föl nem merült benne, hát kaptam egy kisebb-nagyobb szerepeket már, és hogy akkor leszerződtetnek. Tehát hogy ez ilyen nem volt kérdés, és aztán amikor kiderült a mi szakításunk, akkor újra behívott az igazgató, és elmondta azt, hogy hát, hogy én egy későn érő alkat vagyok, és hát ő ezzel most nem tud mit kezdeni, éljem túl a következő pár évet, vidékre menjek, és majd, hogyha beértem, akkor esetleg beszéljünk arról, hogy visszajövök, és akkor csodálom az akkori talpra esettségemet, mert tudom, hogy ezt a mondatot mondtam neki, hogy ne haragudjon, de én azt gondoltam, hogy ha valakit képességesnek látnak, akkor egy színháznak, vagy egy színházigazgatónak az a fele, hogy felnevelje.
és a saját maga gyermekeként egyszer csak fölnövesz azokra a feladatokra, amik majd várnak rá. Hát ez nem így van, izé. Szóval, hogy akkor ez azért dupla nagy pofon volt. És akkor már március vagy április volt, és a színházi szerződtetések akkor már lezárulnak, tehát ott álltam a levegőbe, anélkül, hogy lett volna szerződésem, és meg innen, hát szerelmem se. És innen hogy tudtál felállni? Mi adott erőt? Az egy nagyon nehéz két év volt. Egyébként erőt aztán az adott, hogy és tőle tanultam szakmailag a legtöbbet egész életem során, a Madaras József volt, aki még főiskolás koromban elhívott, egy négyrészes filmet csinált József Attila életéről, és a fiatal József Attilának az egyik szerelmét alakítottam. A dolog pikantériája az, hogy a fiatal József Attila Rőrik Géza volt, és együtt forgattunk Párizsban. Aztán. Igen, együtt kellett francia órára járnunk, hogy csodálatosan ejtsük ki a francia szavakat. Egyikünk se tudott, hogy ezt így leírtuk fonetikusan Jézusom. A Géza azért ellinkeskedte az órákat. Na mindegy. és utána tulajdonképpen ezután a film után a Madaras karolt föl engem, és elkezdett foglalkozni velem, csináltunk is egy közös József Attila estet, amit aztán a József Attila színháza mutattunk be, és mindaz, amit a főiskolán nem tudott átadni a Kerényi Imre nekünk, azt megértettem, ahogy a Madaras foglalkozott velem, meg iszonyatosan rám fókuszált, tehát hogy az ő segítségével tudtam kilábalni ebből a gödörből, és aztán ugye a két év vége felé egyszer csak jött egy pécsi ajánlat, és akkor örültem, hogy egy kicsit távol vagyok mindentől, és akkor elfogadtam a pécsi szerződést. És ez a két év pokoljárás tett téged, ha mondhatom azt, hogy pokoljárás. Az volt. Tett téged olyannál, hogy utána aztán nagyon ragaszkodtál a boldogságodhoz mindenáron? Vagy előtte is ilyen voltál? Nem tudom megmondani, mert ugye előtte ott volt az a burok. Tehát előtte nem volt keserűség, nem volt fájdalom, nem volt csalódás, minden olyan simán ment. Szóval, mert az, hogy elsőre nem vettek fel a főiskolára, teljesen normális, rögtön fölvettek a Nemzeti Stúdióba, tehát hogy nem volt, nem, tehát hogy megúsztam ezt az egészet. Ez az egy főiskolás sztori volt az, ami egy ilyen arculcsapás volt, de utána ez a szakítás volt az, ami teljesen padlóra tett. Tehát nem volt eszközöm, hogy hogyan kell túlélni. Tehát nagyon nehéz volt, és nem tanultam meg. Az a borzasztó, hogy valószínűleg egy rossz alkat vagyok, mert a mai napig ugyanígy minden ilyen történetet teljesen belehalok. Tehát egyszerűen nem tudom, nem vagyok elég érett. Úgy irigylem azokat a csajokat, akik ezen túl tudnak lépni, és néznek előre, és keresik már az új lehetőséget. Én mindegyikbe így belesüppedek, és nagyon rosszul nem vagyok. Nem vértezted fel magad az évek során? Nincsen páncél? Nincs. Cise. Nincs, a szívemen nincsen, de szerintem nem is baj, mert az olyan rossz lenne, hogyha nem tudnánk érezni. Még a fájdalom is jobb, mint amikor nem tudunk érezni, mert úgy lezártuk magunkat. Meg hát persze, hogy egy kicsit belehalsz, de mindig felállsz, mert utána jött Pécs, aztán jött Zalaegerszeg. Tehát ott még a Kőszínházzal neked volt dolgod. Igen, igen, abszolút, mert Zalaegerszegen nagyon jókat játszottam, tehát az ott azért komoly jó időszak volt, de valahogy az volt bennem, hogy lehet, hogy nem ez az én utam. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nem úgy jönnek a lehetőségek, mint amennyire vágytam volna rá, hogy nagyon el vagyunk szigetelődve, hát akkor még mobiltelefon se volt, tehát az, hogy mi történik vidéken, Zalaegerszegen, hát senki nem tudta, tehát hogy hiába játszottam ott baromi jó szerepeket, hiába jött el a Nádas Péter megnézni a két szereplős előadásunkat, és kaptam tőle egy csodálatos kis levelecskét. Nem jutott el a hír Budapestre, és volt bennem egy ilyen rossz érzés, hogy mi lesz, hogyha én most itt Zalaegerszegen, vagy Békéscsebben, vagy bárhol itt egy ilyen megkeseredett színésznő leszek, hogy miért nem sikerült nekem. Mert hogy valahogy, lehet, hogy ez egy buta dolog volt, de hogy valahogy mégis volt bennem egy olyan vágy, hogy tudják, hogy én a világon vagyok, és nekem valahogy nem az volt a közeg, hogy persze a Zalaegerszegi közönség.
és tudom, ez nem jól hangzik, de mégis vágytam egy szakmai elismerésre, és hogy az nem volt, és akkor elkezdtem ezt pörgetni magamba, hogy ez így nem jó, mert így tényleg meg fogok keseredni, és rosszul fogom érezni magamat. És akkor ráadásul akkor már megismertem a későbbi gyerekeim apukáját, aki Pesten volt, és akkor elindult ez az ingázás Pest és Zalaegerszeg között, volt egy nagyon durva autóbalesetem, és akkor aztán egyszer csak azt mondtam, hogy jó, akkor én most módosítok az életemem. És akkor azt mondtad, hogy eddig tartott, hogy színész vagyok, és soha többé, vagy azt mondtad, hogy na most egy kis szünet? Nehéz ezeket elsőre ilyen nagyon lerakni a pontokat. Tehát még akkor volt egy olyan pici tovább élet, hogy a gyermekeim apukájának az egyik legjobb barátja Petri György volt, és ő látta ezt a bizonyos Nádas Péter előadást, és baromira tetszettem neki, és ő kitalált nekem, hogy az akkori Merlinbe csinál nekem egy önálló előadást, amit ő rendezne, De valahogy aztán ehhez már nem volt így bátorságom, de akkor még ott, tehát hogy még lebegett ez, meg volt az a sztori, hogy akkoriban kapta meg a Bethlen Jánossa, akkor még csak ugye magyar televízió, tehát még nem volt kereskedelmi csatorna, ő lett a Híradónak a főszerkesztője, és ő is a ismeretségi körünkbe tartozott, és ő elhívott Híradó műsorvezetni, és nem mertem elmenni, mert azt mondtam, hogy akkor én a Híradó arca leszek, és akkor többet nem mehetek vissza a színházba, mert ugye akkoriban ott lebegett előttünk az a sztoria, a Kulkáról, a Szomszédokban, ugye az első választáson, hogy Magány doktor urat akarta megválasztani egy település polgármesternek, szóval valahogy nem akartam, hogy ennyire összemosódjak, tehát hogy azért szép kaput. Lassan alakult. Tehát. Nem, hagytál kaput közben, hogy azért vissza tudj szaladni. Igen, de aztán így szép lassan, aztán elveszett, csak ugye elsőre nem tudtam letenni. És aztán most egy jó nagyot ugrunk az időben, és még mindig nem a Carrie-ről kérdezlek, pedig nagyon kérdeznének, mert hogy éppen most vagy túl 10 év után színpadi premiéren. Na hát ez milyen volt? Hát izgi volt, és arra jöttem rá közben, hogy ez is olyan, mint a biciklizés, hogy az ember, ha tudja már a szakmát, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy hány év telik el, újra vissza tudsz ülni, és tudsz tekerni azon a bringán, és az viszont meg nagyon fontos, hogy sokkal biztosabb lettem saját magamba, sokkal nagyobb a tudásom saját magamról, és ettől jobban bátrabb voltam a színpadon, jobban mertem próbálni, jobban mertem odaadni magam, tehát nem volt bennem megfelelési kényszer, hogy nekem most hogyan kell, mit szólnak, merhetek-e rossz lenni, ugye ez az állandó a probléma, hogy merhetek-e rossz lenni, és ettől nagyon fölszabadult volt az egész, de az is hozzátartozik persze, hogy ez egy kicsi lehetőség volt, mert nem volt nagy a tét, hiszen a Verk Akadémiának a színházi menedzsment szakosainak volt ez a vizsgafeladat, hogy létrehozzanak egy előadást, amit egy párszor kétszer már lejátszottuk, és talán a nyárfilmjük párszor lejátszottuk, tehát nem az van, hogy mondjuk a Víg Színház nagy színpadára hívtak egy főszerepre. Azt nem tudom, hogy azt hogy ugrottam volna meg, de ez most ilyen nagyon üdítő volt. De egy kicsit most visszanyomott a színház felé ez az élmény, hogy most úgy dobogott megint a szíved? Most azt a szerelmet érezted? Az a drive hajtott? Ez érdekes, mert ez a filmmel kezdődött, és az is az egyetemhez kötődik, hogy ugye akkor ott kéznél lévén ugye hívogattak mindenféle vizsgafilmekbe, és akkor valahogy úgy föl évekig nem hiányzott se a színház, se a film, és akkor valahogy úgy elkezdett bennem úgy érlelődni ez a gondolat, hogy most talán most már ennyi év után, most már megint szívesen mutatnám meg magam. És ez egyébként akkor erősödött meg, amikor az egyetem kiment alólunk, mert azt mondtam, hogy most már eleget dolgoztam másokért, és eleget voltam kiszolgáltatott helyzetben, hogy most szeretnék megint egy picit én fontos lenni, és hogy ne függjek másoktól, csak saját magamtól. Tehát, hogy egy picit elkezdtem, hát mennyire, elkezdtem építeni vissza a saját színészi pályámat. Meg hát nagyon szeret az Isten, mert nem hagy elmenni a pályáról. Ugye mondtad azt a vizsgafilmet. Igen. Hát New York-i rövidfilmfesztiválon
a legjobb női mellékszereplő lettél. Hát ez is egy csoda, nem? Hogy visszacsöppelsz, és azonnal kapsz egy nagy-nagy hatalmas csillagos ötöst. Igen, ez nagyon váratlan volt, amikor el se tudtam, hogy a Rozsanis Patriknak a Kimaradt körök című filméről van szó, azt se tudtam, hogy a Patrik ezt nevezte, egyszer csak fölhívott azzal, hogy hát képzeld, jelöltek a díjra, mondom, Jézusom, és aztán amikor megkaptam, hát az tényleg nagyon, nagyon váratlan volt. Mert ráadásul én sokszor voltam casting helyzetben az előző életemben, az előző színész életemben, és mindig úgy volt, hogy mindig bekerültem a kettőbe, sose engem választottak. És ez is erősítette bennem, hogy biztos nem ez a dolgom a pályán. És most, hogy ott ültünk hajnali fél négykor a lányommal, hát figyelj, úgyse engem fognak, hát soha életemben nem nyertem semmit, mindig már vitt el. És amikor bemondták a nevemet, hát ez egy hihetetlen érzés volt, de semmiféle következménye nem lett. Tehát ugye azt gondolnád, hogy akkor majd valakik innentől kezdve figyelnek rád, vagy akkor legalább egy castingre elhívnak, de semmi mozgás nem történt ezzel gondoltam, kapcsolatosan. Én azt gondoltam, hogy onnantól kezdve folyamatosan csörög a telefon. De erről egyébként szerintem a Szamosi Zsófi is nagyon hasonlóan nyilatkozott, sőt a Borbély Alexandra is Szlovákiába forgat, nem Magyarországon. Tehát valamiért a magyar szakma nem figyel ezekre oda, hogy kik azok, akik mondjuk kitűnnek egy-egy nemzetközi mezőnyben, és akkor mondjuk foglalkoztassa őket. Hát, hogyha azt mondod, hogy a szakma nem is, de hogy a közönség téged szerelemmel szeret, azt én magam is tudom. Hát nem tudom, hány lány legjobb barátnője vagy. Hát te vagy a mi Carrie Bradshaw-nk. Ezt te így éled meg egyébként? Felsikoltanak, ha észreveszik, hogy Jézusom, Úristen, ez a Carrie hangja, amit most hallok a telefonban, a boltban, a piacon, akármi. Tehát ezt éled, ezt a Carrie Bradshaw-ságot? Persze, ez nagyon jól esik. Nem fáradtam el bele, bár ugye azért a sorozatot szerintem már 8 éve nem csináljuk, de lehet, hogy 10, tehát nagyon rég, 2000, hát szerintem 10 éve nem csináljuk már a sorozatot. De hogy ez még mindig él az emberekben, én nagyon hálás vagyok, és én mindig tudod, nagyon sokszor hívnak föl egy ilyen kéréssel, hogy szülinapra mondj egy mondatot, vagy éppen esküvőnk van, és akkor megadja a számot, és akkor fölhív, hogy hello, én is boldog szülinapot kívánok, Carrie Bradshaw! De ez jó, tehát hogy ez jól esik. Nagyon-nagyon fontos és jó sorozat volt az életemben. Bár már akkor nagyon sokat szinkronizáltam, de mégis ez volt ez az, ami... Az igazi áttörést, igen. És a mindent. De szerinted mitől volt ez már akkor annyira érvényes? Mert akkor mi még nem gondolkodtunk. Ez a 97-es talán a sorozat, vagy 99-es, valahogy a körül, hogy akkor mi még itt nem gondolkoztunk a nőiségről itthon ennyire szabadon? Az amerikaiak iszonyatosan profik abban, hogy nagyon-nagyon fontos társadalmi kérdésekről beszélnek sorozatokban, és ezáltal, miután egy ilyen sorozat nagyon sok emberhez elér, ezért közbeszéd tárgya lesz, akár a másságról, a melegségről, de volt egy időszak, amikor ez az idősebb nő, fiatalabb férfi típusú filmek voltak, a színes bőrűek, tehát hogy ezek iszonyatosan szépen föl vannak építve az egyes sorozataikba, és ebbe a sorba illeszkedik bele a Szex és New York, ami ráéreztek arra, hogy itt van ez a 30-as évei közepén, 40-es évei elején lévő generáció, akiben van egy ilyen fajta elbizonytalanodás, hogy most ha én nekem még nincs gyerekem, egyedül vagyok, akkor lehetek-e boldog, lehetek-e sikeres, dönthetek-e úgy, hogy nem akarok családot, mert a saját szakmai életemet akarom élni, és erre ráülve kezdtek el erről beszélni, hogy igenis ez egy fontos kérdés, és hogy ezek a nők nem feltétlenül azért vannak egyedül, mert akarnak, mert ugye van, aki persze ezt választja, hanem azért, mert nem találták meg az igazit, és hogy keressük az igazit, tehát hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy ott van mellettünk valaki, és nem kell egyedül az ágyba feküdni, vagy a szomszédba horkol, vagy hanem az, hogy az nekünk jó legyen, tehát hogy a saját magunkat szeressük, és hogy ezt muszáj, hogy elfogadják, és hogy ezek a sikeres nők is adott esetben arra vágynak, amire a bármelyikünk, hogy jó legyen, hiába van pénz, de attól még nem boldog. És ezekről beszélt borzasztóan viccesen, rengeteg emberismerettel ez a sorozat, és ettől volt ennyire
ütős. Nagyon szépen formálták meg a négy karaktert, a négy női típust, és ettől mindenki tudott valakihez kapcsolódni. Egyszer nekem azt mondta egy férfi ismerősöm, akivel végignézettem. Nem pasim volt, pasival nem tudtam végignézni, nagyon barátom, és azt mondta, hogy na ebből a négy nőből lehet gyúrni egy tökéletes nőt, nem? Ez szerintem igaz? Igen, abszolút. És mit gondolsz, hogy most, amikor jönnek az új részek, most még mit tudnak mondani? Mit tudnak mondani a lányokról? Hát ezekről a nőkről? Hát fogalmam sincs, tehát ugye azért azt tudjuk, hogy azért van, ahol van gyerek, ugye a két csaj esetében is van gyerek, a Carrie-ék kimondottan megjelezték, hogy ők nem akarnak gyereket, ugye a Samantha kiesik. Szóval valószínűleg az 50-es nőknek a problémái, az öregedésről, legalábbis én erről készítenék most filmet, hogy az öregedés, hogy kimennek a gyerekek, felnőnek, és mi ott maradunk egyedül, és hogy akkor mit tudunk magunkkal, meg mondjuk adott esetben a párunkkal kezdeni. Tehát most már nem látom azt, hogy ezt a csili-vili, ide megyünk, partikázunk, pasizgatunk vonalat vinnék tovább. A filmek még érintették ezt. Most talán már ez a 10 rész, nem? Azt mondod? Hát én erre tippelek, de fogalmam sincs. És izgulsz, hogy milyen lesz? Várom? Nagyon! Hát mindenesetre az elkeserítő volt az a kép, amit láttam, hogy bosszult a Sarah Jessica, olyan öregek ezek a lányok. Nem, én láttam, ahol hárman állnak. Igen. Hát a Miranda milyen őszt haja van. Hát hogy néz? Most ez legyen az utolsó mondatunk, Lára. Már pedig ez lesz, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon várom, hogy újra halljalak az új részekben Carrie-ként. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Ez volt a Könyv Mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.